Sziasztok! Az előlapon is látott papír zsebkendő tartónak a mintáját szeretném megmutatni. Igazából ez bármilyen tartó lehet, attól függően, hogy szélesebbre, keskenyebbre, hosszabbra vagy rövidebbre hagyjátok. Nagyon szép mintája van. Hátsó szálba horgolok, és úgy érem el ezt a mintázatot. A szélét úgy vartam össze, mind a két oldalon, és kapott egy gombot. Akár egy mágnes zárral is megoldható a zárással, vagy akár egy masnival is, tehát hogyha átfűzök itt egy szalagot, és azzal is meg lehet kötni. Ez viszonylag kis papírzsebi tartó, egy 5-6-7 darab papírzsebkendő fér el bele kényelmesen, de természetesen, ha egy kicsit szélesebbre készítjük, akkor még ennél több is. Meg fogom majd mutatni, illetve el fogom mondani, hogy hogy lehet azt elérni, hogy ez a felső része, ez ilyen ívelt legyen. Ahogy látjátok, itt nem egyenes, hanem ívelt. És akkor kezdem is. A papírzsepi tartó az 2,5-es horgolott üvel készült, és egy alpaka fonal adta az alapot hozzá. Most egy 3,5-es horgolott üvel fogok horgolni, és a fonal pedig egy ehhez illő akrilfonal. Készítek egy varázskört, egy láncszem emelés, majd 5 rövid pálcát készítek a varázskörbe. Igazából bármennyi rövid pálcával készíthetjük, az a lényeg, hogy páratlan számú legyen, tehát 3, 5, 7. Tehát elkészült az 5, egy láncszem emelés, és a tüllévő száltól a másodikba fogunk ölteni, tehát ez az első, ez a második. Mindig a hátsó szálba, tehát nem így a két szál között szúrom át a tűt, és húzom át a fonalat, hanem kizárólag a hátsó szálba, és így kapjuk ezt a különleges mintázatot. Tehát ide készítek egy rövid pálcát. A papírzsepi tartónál azért lett ilyen ívelt a felső része, mert ide csak egy pálcát készítettem. Én most 2 fogok ennél a darabnál, és most egyenesnek kell lenni ennek a résznek. Tehát, ha 2 készítünk ide, akkor egyenes lesz, ha 1, akkor kapjuk azt az íveltet. Elkészült a 2 rövid pálca, az első pálca hátsó szálába, és akkor most készítek a következőbe egy rövid pálcát, és most itt vagyok a középsőnél, ugye a 3. pálcánál. Ugyanúgy a hátsó szálba készítem a pálcát, viszont 3-at készítek ide, és a következő soroknál a középsőbe mindig 3-at készítek, és így fogom megkapni ezt a csúcsos mintát. Tehát ugyanúgy hátsó szál és a középsőbe mindig 3-at. Akár meg is jelölhetitek a középsőt. A következőbe 1-et, és most itt vagyunk a másik szélen, és ide most 2-t készítek. Ugye azt szeretném, hogy egyenes legyen a széle. Egy láncszem emelés, fordulok, és ugyanígy dolgozom tovább, tehát a szélsőbe 2 rövid pálca a hátsó szálba, aztán most horgolok egyet-egyet egészen a középső pálcáig, ami ez, ebbe készítek 3-at, 1, 2, 3-at, és most egyet-egyet készítek egészen az utolsó pálcámig, ahová pedig 2 rövid pálca készül. És ezt most már meg is húzom varázskörömnek a
szálát, és láthatjátok, hogy mekkora különbség, mert itt egyenes a mintázat. Itt pedig ugye ívelt volt, tehát egy pálca a szélsőbe, vagy két pálca a szélsőbe. És akkor ezzel a mintával haladok, mégpedig egészen addig, amíg a kellő szélességet el nem érem. Tehát attól függően, hogy papírzsebi tartónak, vagy szemüvegtoknak, vagy telefontoknak használom, vagy akár tabletnek szeretnék egy tartót készíteni, olyan szélességűre kell készítenem ezt a részt. És akkor horgolok tovább. Tehát, hogyha elértük a kellő szélességet, akkor a továbbiakban változik a horgolás menete, hiszen itt egyenesen kell lefelé jönnünk. Ahhoz, hogy továbbra is megtartsuk ezt a háromszög alakú mintázatot, marad a három szem a középső szembe, viszont hogy ne szaporodjon tovább itt a szélén a szemek száma, ezért itt mindegyik oldalon fogyasztanunk is kell egy-egy szemet, mégpedig itt a legszélén. Egy láncszem emelés, ugyanúgy a tűnlévő száltól számítva a másodikba öltünk bele, hátsó szába, áthúzzuk a tűvel a fonalat, majd ugyanezt megtesszük a következő pálca tetején is, majd a tűnlévő három szálat egyszerre horgoljuk össze, és már is fogyasztottunk egy szemet. Aztán horgolunk rövid pálcákkal, középső szemig. Ide jön a szokásos három pálca. És most addig horgolunk, amíg két pálca nem marad. Tehát itt egy, és még egy. Itt áthúzzuk a fonalat az utolsó előttén, és áthúzzuk itt az utolsónál is. És itt pedig ezt a hármat horgoljuk le egyszerre. És most, ha jól csináltuk, nekem úgy volt a szemszám, a pálca szám, hogy 12, itt volt középen 1, és itt is 12. És hogyha megszámoljuk, 6, 8, 10, 12, és 2, 4, 6, 8, 10, 12. És végig ezzel a módszerrel kell dolgoznunk. Mutatok még egy soron, tehát ide beleszúrok, áthúzom a szálat, a következőn szintén, megvan az egy fogyasztás, itt horgolok a középső pálcatetőig, itt lehorgolom a középsőbe a három rövid pálcát, és megyek tovább. És itt pedig, amikor két pálcányi helyünk maradt, áthúzom egyszer a fonalat, majd áthúzom a másikon is, és a kettőt összehorgolom. És itt már lehet is látni itt a szélén, hogy ugye nem szaporodtak a szemeink, hanem egyenesen fogunk horgolni a továbbiakban. Én ennél a hosszúságnál fogok maradni, ugye ez úgy néz ki, hogy ez így rá lesz hajtva, össze lesz varva, és ez pedig így visszahajtva. Tehát nekem ez egy ilyen kis tasakocska lesz most. Akár így is össze lehetne varni, hiszen itt az oldalán nagyon jól látszik, hogy ezek a sávok, ezek hol futnak össze. Ugye itt nagyon jól látható módon, és éppen ezért jól össze is lehetne varni. Én viszont
egy kicsit lesimítom most az éleket. Mégpedig úgy, hogy körbehorgolom. Ugye itt fejeztem be a felső részét, készítek egy láncszememelést, és ide, ezekbe a részekbe, szálakba fogok egy-egy rövid pálcát készíteni, valamint ezekbe a kis pupocskákba itt, ami így látszik. Tehát rövid pálcákkal haladva készítem el a körbehorgolást, és majd ezek a rövid pálcák lesznek a segítségemre abban, hogy össze tudjam varni a két oldalt. Most vagyok itt a sarkon, ebbe készítek egy rövid pálcát, majd még egyet. És itt ugyanígy haladok tovább. A horgolással. Elérkeztem ide fölülre a felső ívhez, és itt is körbe fogom horgolni, mégpedig úgy, hogy a két szál alá fogok beszúrni, és így készítem el a rövid pálcát. És itt végig mindegyik pálcába egy rövid pálca készül, és kivételesen itt a középsőnél is. Nem három, hanem egy rövid pálcát fogok horgolni. Ugye itt a közepénél pedig el kell döntenünk, hogy hogy is fogjuk rögzíteni. Amennyiben maradok a gombnál, és én maradni fogok, hogyha ide elkészítettem a rövid pálcát, akkor készítek mondjuk 10 láncszemet, ez ugye körülbelül egy ekkora gomb lyuknak felel meg, és ide leöltve, mintha egy pikót készítenék, itt zárom is a kört egy láncszemmel, és itt haladok tovább rövid pálcákkal, egészen eddig a láncszemig, ahol kezdtem a kört. Amikor körbeértem a horgolással, akkor hagytam itt egy, hát ez körülbelül 50 cm-nyi fonalszál, de ugye ez attól függ, hogy mennyi részt kell itt összevarnunk. Tehát ezt a két oldalt kell összevarni, ahhoz elegendő, vagy egy kicsivel több fonalat hagyjunk. Ahhoz, hogy ezt itt szépen rá tudjam majd hajtani, attól számítva, ahol a horgolást befejeztük, körülbelül ilyen két láncszemnyi részt hagyok, és mondjuk a harmadiknál fogom kezdeni az összevarrás, tehát itt ilyen nagyon egyszerűen és szépen ide lejövök a harmadik láncszemig. És itt kezdtem az összevarrást, ugye ez volt itt a legszélső szem, és úgy fogom varni, hogy itt az elsőn azon teljesen átöltöm, sőt, még egyszer, hogy megerősítsem a varrást. Így. Viszont a következőkben úgy haladok, hogy csak tehát ezeknek a felső láncszemeknek csak a belső ívét fogom a varrásra felhasználni, mind a két oldalon. Aztán így visszajövök a fonallal, és megint csak a két belső ív, amit használok.
Hogyha valami nagyobb dolognak készült a tartó, mondjuk egy tabletnek, akkor persze megtehetjük azt is, hogy itt is aláöltünk a láncszem alá, és itt is, és akkor egy kicsit jobban meg lesz erősítve, de így, ha valami kicsi dolognak készül, akkor ennyi is elég. És itt van az utolsó. És itt ide beszúrok. És átjövök ide a túloldalra. Itt belül áthúztam a fonalat itt egy szálon, hogy ne lebegjen itt belül a fonalszál. Aztán megnézem azt, hogy hol is kell befejeznem. Ugye itt is leszámolom a két láncszemet, és itt lesz majd a vége a harmadiknál. És így össze tudom úgy fogni, hogy aztán itt megint elkezdem a varrást. És így haladok végig. És amikor ezzel elkészültem, az összevarrással itt teljesen, akkor már csak annyi dolgom van, hogy ide erősítem a gombot, és el is készült a kis tartó. És most már látható a két különböző méretű kis tartónk, a papírzsepié, és ez, ami egy kicsivel kisebb, ez körülbelül, hát egy ilyen félbehajtott papírzsepi, ha már ez a mértékegység, és be lehet gombolni. A széle mindkettőnek ugyanúgy lett összevarva, de természetesen ez bárhogy össze lehet, és bármekkora méretet lehet ebből készíteni. Nagyon szép a minta, úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni.